De egy kis képet el tudsz talán helyezni úgy, hogy ne gyűrődjék össze. Szeretettel, gyengétséggel legyetek egymás iránt. Ha nekem el kellene utaznom, és esetleg közben vége lenne a háborúnak, úgy amíg én vagy apuka visszaérkezik, Gizi vigyáz rátok, de az csak akkor, ha úgy apukának, mint nekem nyomon veszne, és nem kerülnénk elő. Én a téglagyárban lakom, téglaporos a kalapom. Bal kézzel lejjebb rántom a két nadrágszárat, magam elé kapom a kenyeres zsákot. Isten segíts! Megcsörren a lábam alatt a kő, ugyanebben a pillanatban irtózatos ütést érzek. Egy gondolatnyi ideig világosságot látok, és mintha egy gongütés szólalna meg az agyamban. Lent fekszem a töltésen, mellettem robog a vonat. Nem tudom, hányszor álltunk meg, de egy hosszabb megállónál édesanyám kinézett a vagon hasadékán, és vele szemben egy magyar vasutast látott. Kisuttogott neki, az Isten áldja meg, legalább azt mondja meg, hol vagyunk. Adjanak hálát az Úristennek, mert most fordítjuk el a vonatot Ausztria felé, mondta ez a derékember. Lili néném elkezdett sírni. Oda ment hozzá egy magas, egyenruhás nő. Kutyával és korbáccsal. Megkérdezte, miért sírsz? Mert a testvéreim a másik sorban vannak. A nő megrántotta a vállát, elment, majd visszajött papírral és ceruzával. Mondd meg a testvéreid nevét. Lili megmondta, anyámat a lány nevén. A nő átvitte őket Lili mellé. A másik sor bevonult a fürdőbe. Volt egy barátjuk, nem is nagyon közeli. Máté Elek, klasszika filológus és a felesége Klári, akik azonnal felajánlották, hogy elrejtik. Amire ő azt mondta, hogy nem lehet, mert van felesége és három gyereke. Az egész családot nem lehet elbújtatni. A hetedik hónapban, ez már 44 decemberen, megindult a szülés. Nosza, kijött a pincéből, és sógornője támogatásával vajúdva végigjárta a várost, de minden kórház ajtaját becsukták előttük, mert rajtuk volt a sárga csillag. És újra kezembe került a kép, akkor vettem csak észre. Akkor, azaz 2014 kora tavaszán vettem észre, hogy ezen a képen mit is kell nézni, mit is kell látni. Thank you.